Nem sok pihenőt kapott a romániai junior Európa-bajnokságot követően Barna Bianca. Igaz, nem is pihenhetett sokat, mivel augusztus 30-án Peruban kezdődik a junior világbajnokság, amelyen ott lesz Urbin Tamás tanítványa is. A junior VB volt a cél, ez egyértelmű. Amikor az IFEB-ben az ezüstérmet megszerezte a váltó, akkor egyértelművé vált, hogy az 1-6 helyezés került az IFEB VB csapatába. Hát igen, ez augusztus 20-áig tartottak az edzések, ugye a 20-án volt az utazás a csapatnak, 19 fő versenyzővel és 8 kísérővel utazott a csapat. Én azt mondom, hogy nagyon jó felkészülés után vagyunk, bár már ugye az ifjúsági bajnokság után, az ifjúsági EB után harmadszor is megpróbálunk csúcsformába lendülni. Én nem tartom kizártnak, hogy jó időket fog tudni úszni Bianca. Egyéni számokat 50-100 métert vállaltunk, illetve a 400-as vegyes váltót, ami érves lett az EB-n. Sajnos a 400-as váltó ütött a 200 mellett, úgyhogy azt fel kellett áldoznunk. Mivel a fiatal úszónőnek idén nem először kell csúcsformába lendülnie, fontos, hogy fizikálisan és mentálisan is a lehető legjobb állapotban legyen a VB-n. Én azt mondom, nála nagyon kell a fejbe és a mentális dolgokra figyelni. Ő fizikálisan addig tolja, míg teljesen le nem fárad az utolsó izomsejtje, nem pusztul szegénykének. Utána regenerálódik, és másnap már újra jelentkezik munkára, viszont fejben nagyon sok mindent kell nála rendben tartani. Ez úgy gondolom, hogy rendben volt, és most is úgy van. Ugye augusztus 20-án kiutaztak, és egy 10 nap akklimatizálódós edzőtábor vár rájuk, 7 óra időeltolódás van, tehát kell is. Egy másik szállodában, másik uszodában készülnek. Most ilyen félig nyitott medence van kint, és 21-22 fokok, tehát nincs nagyon meleg Peruban, viszont a versenyre átköltöznek másik szállodába, és jövő hét 2-től indul az a program. Edző és tanítványa minden nap beszélnek egymással, így a szakember naprakész Bianca állapotát illetően. Limában nem lesznek ott két úszó nagyhatalom versenyzői, de így is rendkívül erős lesz a mezőny. Tegnaptól elérhető a FINA oldalán a nevezettek névsora, tehát adott versenyszámban látjuk, hogy kik neveztek. Jelen pillanatban úgy néz ki, az amerikaiak és az ausztrálok távol maradtak. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a konfederációs játékokra készülnek inkább, hogy valami nagyobb versenyük van, ami nekik nagyobb jelentőséggel bír. Viszont itt vannak a törökök, itt vannak az olaszok, akiket láttunk, és az egyik legjobb csapatukkal érkeztek. Velük az EB-n is ugye elég jót meccseztünk. Én azt mondom, hogy akár egyéniben, akár váltóban Bianca akár döntőt is tud úszni, és ott bármi lehetséges. Barna Bianca szeptember 6-án érkezik haza a világbajnokságról, majd 3 hét pihenőt követően elkezdi a felkészülést a november közepén esedékes felnőtt rövidpályás országos bajnokságra.